A Tolna megyei szakképzési centrum Bezerédi István Technikumban korhatár nélkül számos képzési lehetőséget biztosítanak felnőttek számára is. Fontos kiemelni, hogy ezeknek az oktatásoknak a nagy része ingyenes, ugyanis az állam két szakma és egy szakképesítés megszerzését biztosítja, mondja Kaiser Andrea, felnőtt képzésért felelős koordinátor. Felnőtt oktatásban szakmát kétfélét ajánlunk, pénzügyi számviteli ügyintézőt, a klasszikus pénzügyi számviteli ügyintézőt, szeptember elején elindult a képzés, és még lehet hozzá csatlakozni. Logisztikai technikus képzést is indítunk, ez a múlt héten indult még, úgyhogy egészen friss, várjuk még a jelentkezőket, és ezt most először távoktatási formában indítottuk. Azért próbálkozunk most ezzel, mert sokan dolgoznak, család is várja őket otthon, tehát azért olyan túl sok időt nem tudnak az iskolában tanulással tölteni. A logisztikai technikus képzés sajátossága pedig olyan, hogy a tananyag nagy részét azért el lehet otthon sajátítani, és természetesen időnként konzultációkat, tantermi jelenléti órákat is biztosítunk annak érdekében, hogy a rázósabb tananyagokat is simán el tudják sajátítani a képzésben résztvevők. Ehhez a képzéshez is lehet még csatlakozni. Az előbb említett képzések mindössze egy tanév alatt elvégezhetők. Május első heteiben van vége az oktatásnak, és májusban már vizsgázhatnak is a képzésben résztvevők. Ezeken kívül programkövetelmények alapján szakképesítéseket is kínálunk. Ezek is többnyire ingyenesek. Ha valaki esetleg nem biztos benne, hogy ingyenesen jár-e számára a képzés, akkor hívjanak bennünket, keressenek az elérhetőségeinken, és meg fogjuk beszélni, hogy ez a képzés még jár-e nekik is ingyen. Szakképesítések közül a legnépszerűbb továbbra is a vállalkozási mérlegképes könyvelő. Most szeptemberben indult ez a képzés is, ehhez is még tudnak csatlakozni, bár nagyon szép számmal indultunk, úgyhogy már tényleg csak egy-két jelentkezőt tudunk felvenni. Októberben tervezzük indítani a munkaerőgazdálkodási és társadalombiztosítási ügyintéző képzést. Ez egy nagyon jó képzés, érettségi és vagy szakmai előképzettség, illetve gyakorlat szükséges ahhoz, hogy ezen részt tudjanak venni. Ez mindössze fél éves. Ez a képzés tehát most októberben tervezzük az indulást, és márciusban fognak végezni a képzésben résztvevők. Humán erőforrás gazdálkodást, bérszámfejtést és társadalombiztosítási ismereteket fognak tanulni. És örömhírként mondhatom, hogy a héten kapták meg az üzletvezetők a képesítő bizonyítványukat, a nyáron élelmiszereladók kaptak bizonyítványt, és jövő tavasszal szeretnénk ugyanezeket a képzéseket újraindítani. De természetesen még sok képzés terve van a tarsolyunkban, úgyhogy mindenkitől azt kérem, akit érdekel, nézegessék a Facebook oldalunkat, a honlapunkat, hát ha találnak kedvükre valót.